11. alkalommal került megrendezésre a Torkos Csütörtök február 11-én. A Magyar Turizmus ZRT néphagyományra épülő gasztronómiai akciójához idén 8 új budai étterem csatlakozott, országosan pedig 600 étterem közül választhattak az érdeklődő ínyencek, ahol ezen a napon féláron lehetett fogyasztani. Az étterembejárás és az új ízek felfedezésének népszerűsítésére létrehozott akció többek között azt célozta, hogy belföldön is legyen kereslet minőségi szolgáltatásokra, hiszen hosszú távon így lehet sikeres nemzetközileg is a magyar gasztronómia. Borbás Balázs, a Hemingway étterem tulajdonosa szerint az elmúlt évek főzőműsorai és a kiadott szakácskönyvek száma jól fémjelzi a változást. Ha ennek a fejlődésnek a követője lenne az alapanyagok minősége, a megfelelő tudatos táplálkozási kultúra, tehát hogy a világ egyik legjobb éttermében úgy nyilatkozott nemrég a séf, hogy bocsánat uram, ön nálunk nem tud enni most paradicsomot mondjuk, mert csak azt vehet, ami 30 kilométeres körzetben terem, lelőhető, kifogható, stb. Tehát nyilván ez extrém, de ha hasonló módon egy kicsit próbálnánk tudatosabban kezelni ezt a témát, nem csak mi, hanem aki a fogyasztó az is, és ez szerint válogatna, választana, szerintem ez egy jó irány, és ezen jó úton vagyunk. Tehát a magyar gasztronómia nagyon nagy lépésekkel fejlődik. Óriási a sürgésforgás a konyhákban, hiszen az akcióhoz csatlakozó éttermek többsége ilyenkor telt házzal üzemel. Sok helyen már hetekkel előbb lefoglalják az összes asztalt. A néphagyomány szerint Torkos Csütörtökön, annak ellenére, hogy a húsvéti 40 napos bőjt kezdetét jelentő hamvazó szerdát követően ünnepeljük, ismét szabad volt húst fogyasztani. Többek között a farsangi maradékok elfogyasztása céljából is. Így a vendégek kedvükre válogathattak az étlapról. Most éppen télen történt egy olyan változás az étterem életében, hogy teljesen átálltunk a sous vide konyhára. A húsainknak nagy része az teljesen frissen sous vide-val kerül a tányérra a vendégeink asztalára. Nyilván a hölgyeknek tudom ajánlani a bőrös csirke mellett, amit friss parajjal készítünk, vagy vaníliás burgonyapürével. Az uraknak, akik nagyobb húsok vannak, az uruguay hátszínt, vagy éppen az élelt angusbélszínünket, illetve vannak olyan halak, például lazac, ami sobatésztával készül, ami egy ilyen japán tészta, amiben van egy ilyen kínai kelbe csomagolva, friss zöldségekkel. Redköri mártással, az ilyen redköri pasztát használunk, hát teljesen nacionális az étlap, szerintem mindenki megtalálja a magának kedvére valót, a salátáktól a desszertekig. A Torkos Csütörtök volt a Magyar Turizmus ZRT gasztroélmények éve 2016 tematikus programsorozat nyitánya.